Briton 10, Gyapán 50, Csámpán 14, még Dunakömlődön 179 ingatlan tulajdonos kérte, hogy a település részen vehesse át a szelektív hulladékgyűjtésre a társulás által biztosított 110 literes edényt. A lehetőséget a részönkormányzatok közbenjárására biztosította a szolgáltató. Dunakömlődön szinte minden második lakás igényelte, vagy ház igényelte, hogy ide szállítsuk a szelektív edényeket. Ez érthető is, mert nagyon sok embernek nincs autója, nincs fuvareszköz, amivel kihozza. A Dunakomnak az ügyvezetője örömmel vette ezt a fajta kezdeményezést a részönkormányzat részéről, így ő nekik is könnyebbséget jelent az, hogy meg tudják gyorsabban oldani a szerződéskötéseket és szelektív gyűjtő edényeknek a kiszállítását. A külső városrészek településein a részönkormányzati képviselőknél lehet érdeklődni a kukák helyszínre szállításának időpontjáról. A személyes átvételre mindenképpen szükség lesz, mivel a szerződések aláírására is akkor kérik az ingatlanok tulajdonosait. Itt Kömlődön csütörtökön lesz, 9 órától 16 óráig. Aki nem tudja hazavinni, aznak haza fogják szállítani az edényeket. De az lenne jó, ha mindenki legalább a szerződést, aláírását itt megtenni az iskolának az udvarán. A Dunakom Kft. Kölesdi úti telephelyéről már közel 2000 kuka került el a háztartásokba, de még mindig sokan vannak, akik nem keresték fel az ügyfélszolgálati irodát. Ez az új szolgáltatási szerződések megkötése miatt is fontos, ezért kérik, hogy minél hamarabb pótolják az elmaradást.